Szentendrei Szent István Katolikus Gimnázium egy 11 osztállyal működő, 6 és 4 évfolyamos tagozattal működő középiskola gimnázium. Egy nyugodt környezetben, tágas osztálytermekben tanulhatnak a diákok, minden itt van a közelben, sportcsarnok az udvarban, az uszoda, az új sportpálya, illetve a buszjáratok is itt a kapuban állnak meg. Annak érdekében, hogy a leendő diákjaink is megismerhessék ezt a környezetet, ezt az iskolai klímát, október 22-én fogunk tartani egy nyílt napot, amire nagy szeretettel várjuk a leendő 8-os, leendő 7-eseket és 9-eseket. Szülők is természetesen elkísérhetik a diákokat. Ezen a nyílt napon órákon vehetnek részt, beleshetnek egy kicsit az iskola életébe, beszélgethetnek kollégákkal, tanárokkal, diákokkal, megkérdezhetik őket, hogy hogy működik az iskola, milyen az iskola, tehát személyesen győződhetnek meg arról, hogy valójában milyen iskolába jelentkeznek, majd ha hozzánk jelentkeznek. Specializációt választhatnak a diákok, tehát vagy reál, vagy humán, vagy sport specializációt. Ezt azért gondoljuk fontosnak, mert el tudnak indulni valamerre a diákok, vagy lehet, hogy most azt gondolják, hogy hú, nagyon érdekli őket a történelem, vagy a matematika, és akkor kipróbálhatják, hogy valóban így van-e. Nem plusz tanórákra gondoltunk, hanem elsősorban tanórán kívüli foglalkozásokra. Tehát tehetséggondozás, szakköri foglalkozás, illetve iskolán kívüli élményszerű programokra. Menet közben el tudják érni a gyerekek a középfokú nyelvvizsgát, hiszen emelt óraszámban tanulják az első idegen nyelvet, az emelt szintű érettségére pedig az utolsó 2 évben alaposan fel tudnak készülni. Az érettségi egy olyan sokrétű, sokszínű tudást ad, amivel aztán a későbbiekben bármilyen irányba tudnak tovább menni, vagy bővíteni a tudásokat, vagy újabb szakmát megszerezni. Amit nagyon fontosnak tartunk, akkor is, ha valaki egyetemen tanul tovább, akkor is, ha középfokú szakképzésben tanul majd tovább, hogy olyan kompetenciákkal rendelkezzen, ami szükséges a felnőtt életéhez, a munkavégzéséhez, tehát tudjon csapatban dolgozni, amire próbálunk minél több lehetőséget biztosítani, képesek legyenek együttműködni, képesek legyenek egy közösséghez alkalmazkodni. Ez nem könnyű egy kamasz életében. De az iskolánkra azt gondolom, hogy nagyon jellemző az, hogy egy közösségi élményt is tudunk nyújtani. Felvételi előkészítő foglalkozásokat indítottunk, elindult már a múlt héten, a héten folytatódik. Felvételi előkészítő foglalkozások sora matematikából, illetve magyar nyelvből. Online formában folytatjuk ezt a felkészítő foglalkozást, hiszen tavaly ez nagyon jól működött. Ezekre a felvételi felkészítő, előkészítő foglalkozásokra, akár e-mailben, akár telefonon lehet jelentkezni az iskola telefonszámán, illetve az iskola e-mail címén. Elég egy e-mail címet megadni, és küldjük is a belépési kódot az online felületre, és csatlakozhatnak a diákok a keddenként, következő héten pedig szerdán sorra kerülő felkészítő foglalkozásokra. December 3-áig a középiskolában itt nálunk jelentkezni lehet, ha valaki szeretne itt nálunk felvételi vizsgát írni. Ezután kell a jelentkezési lapot benyújtani az iskolába, a gimnáziumba, a középiskolába. A következő tanévben egy 6 és egy 4 év folyamos osztályt indítunk, ilyen 30 körüli létszámmal. A
tanórákon, meg a tanórán kívüli foglalkozáson kívül azért zajlik az élet, tehát emellett nagyon sok olyan lehetőség kínálkozik a diákok számára, ami biztosítja, hogy sikerélményük legyen, hogy kicsit megmutathassák magukat, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket. Most például ebben az egy hónapban már volt egy összművészeti kiállítás, itt a szomszéd magházban, ahol a mi diákjaink alkotásait állítottuk ki, és nagyon jól sikerült. Illetve volt a múlt héten és előző héten a Zenevilágnapja alkalmából a szünetekben egy zenei fesztivál, az eredményhirdetés majd a héten lesz. Tehát volt egy gólyaavató, egy olyan hét, amikor a gólyákról szólt az egész hét, és volt egy olyan nap, amikor játszottak, vetélkedtek, és egy kicsit megpróbáltak beilleszkedni az új közösségbe. Ez a továbbiakban is folytatódik, az erdeiskolától kezdve a nyári nyelvi táborokig nagyon sok minden várja a gyerekeket, ez közösséget is formál, illetve valóban olyan lehetőségeket villant föl a diákok előtt, ami elősegítheti a további életük, továbbtanulásuk alakulását. Én mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el az október 22-i nyílt napra, nézzen körül az iskolában, beszélgessen a diákokkal, tanárokkal, és győződjön meg arról, hogy mindez, amit itt most hallott, az igaz, és valóban egy jó hangulatú, tényleg egy nagyon összetartó és megértő, egymásra figyelő közösség tagja lehet az, aki a Tolnai Gimnáziumban jelentkezik.